Lélekfesztivál címmel háromnapos országos ifjúsági találkozót szervezett a pünkösdi hosszú hétvégén a Szombathelyi Egyházmegye. Az esemény célja az volt, hogy közösségi és hitélményt adjon a fiataloknak, akik így megélhették vallásosságukat. A Lélekfesztivál pénteken vette kezdetét a Boldog Brenner János iskola tornatermében, és vasárnap a Szavária moziban zárult. A rendezvény a Salzburgi Fesztivál mintájára szerveződött, amelyen legutóbb már csaknem 10 000-en vettek részt. Bár a programelemek elsősorban fiataloknak szóltak, nem csak őket várták. Előadások, zenés dicsőítés, tanúságtétel, szentmise is része volt a programnak, és fakultatív műhelymunkák közül lehetett választani. Vendégként érkezett mások mellett Lackfi János költő, Tapolyai Emőke pszichológus és Pintér Béla keresztény dalszerző, aki több koncertet is adott. A három nap alatt összesen közel 1400-an regisztráltak az ifjúsági találkozóra az ország minden tájáról.